Jó, átváltunk a gyermekkori tejfogyasztásra. Ugye régóta egy megosztó kérdés az anyukák és az orvosok között is. Néhány szülő már pár hónapos kisbabájának is ad tejet, már az anyatején kívül. Mások az óvodás gyermeküknek sem mernek, aztán később sem, felnőtt korról meg ne is beszéljünk, de vajon mi a legjobb a gyermekünknek, mikortól érdemes neki tejet adni? Erre keresünk a választ dr. Hidvégi Edit gasztroenterológussal. Jó reggelt kívánok! Szóval, hol van itt az igazság? Tényleg két véglet van, az egyik, hogy úristen, nem szabad tejet inni, nem úgy gyerekkor, ma felnőttke sehol, semmikor, másik meg az, hogy nyugodtan lehet azt a tejet inni. Én az arany középútnak vagyok a híve, és természetesen mindenki más típus. Tehát, hogyha valaki tejcukorra vagy tejfehérjére allergiás, akkor nem ajánlott ezeknek a fogyasztása. De attól még neki nem kell eltiltani az összes többi embert, aki szereti esetleg a tejet, vagy szívesen fogyasztja a tejtermékeket. Kicsit ami nagyon... hogy derül ki, bocsánat. Jó, csak mondanám, tehát, hogy ami nagyon fontos, az az anyateljes táplálás. Tehát azt hiszem, hogy ebben mindenki egyetért, hogy az anyatej nagyon-nagyon fontos. Az első 6 hónapban szinte kötelező, persze sajnos vannak, akik nem tudnak addig szoptatni, de olyankor semmiképpen sem szabad tehéntejet, vagy bármilyen más ilyen bolti árut kapni. Vannak ezek a tejhelyettesítő, ilyen növényi tejeknek nevezett dolgok, ezek nagyon-nagyon egészségtelenek a kicsi gyerekeknek. Azért vannak a tápszerek, mert azokat a modern gyártási technológiával megpróbálják úgy alakítani, hogy ne legyen benne a tejfehérjének az a nagyon nagy ártalmas fehérje mennyisége, föl is tudják darabolni ezeket a tejfehérjéket, ettől egy picit rosszabb lesz az íze a tápszernek, viszont esetleg allergia megelőzésben szerepe lehet szintén ennek. Tápszereknél elő lehet állítani olyant is, ami úgynevezett anti-reflux tápszer, ami azt jelenti, hogy ha a baba nagyon bukogatós, sok ilyen szörtyűgő váladék van a torkában, akkor azt lehet adni, tehát semmiképpen sem tehén tejet. Az, hogy ki mikor tér át a tehén tejnek az adására, az elég változó. Ebben tényleg lehetnek különbségek. Van, aki azt mondja, hogy egy éves kortól már lehet, van, aki 2-3-at javasol. Ebben tényleg megoszlanak a vélemények, és én nem is szeretnék állást foglalni ebben. Az biztos, hogy a tej alapú tápszer az inkább 6 hónapos kor fölött, vagy egy éves kor fölött az, amikor ajánlott lehet, illetve a tej termékeket már be lehet vezetni. Vannak ilyen baba, joghurtok, ilyesmik, de semmiképpen sem a színesített, ilyen gyümölcs joghurtok, azok nagyon-nagyon nem jók a pici babáknak. Térjünk át akkor esetleg a felnőttkori dolgokra. A tejfehérje allergia az általában 3 éves kor alatt jellemző. Addigra a gyerekeknek, akinek tejallergiája van, kinövi jelentős részben. Ezek is változó számadatok 86-96% között adják meg, tehát őnekik mindenképpen tejfehérjementes és teljesen tejfehérjementes, tehát tejtermékeket sem, sőt olyan kekszeket, vagy süteményeket, vagy felvágottakat sem szabad fogyasztaniuk, amiben tejfehérje van. Más a laktóz érzékenység, ez a tejcukor. Ez a tejnek szintén egy alkotó része, ez viszont inkább a későbbi életkorban jelentkezik, 5 éves kor fölött, vagy átmenetileg valamilyen súlyos hasmenés kapcsán. Úgyhogy vannak olyan felnőttek, akik nem bírják fogyasztani a tejet, nagy részt emiatt, tehát őnekik nem tejfehérje allergiájuk van, hanem tejcukor érzékenységük. Ezt meg kell különböztetni akkor. Ezt nagyon-nagyon erősen meg kell különböztetni, mert aki tejfehérje allergiás, az még a tejcukormentes tejtermékeket sem kaphatja, viszont a tejcukorérzékenyeknek a tejfehérje általában nem szokott tüneteket okozni. Ezek ugye kiszűrhetők, ezek az allergiák, viszont hogyha valaki, hála Istennek, egyikre sem allergiás, akkor ő bátran ihat bármennyi tejet, tehéntejet? Bármennyit azért mondom arany középút. Hallottam olyanokat, akik 1-2 liter tejet fogyasztanak. Ez általánosságban sem jó, de terhesség vagy szoptatás alatt meg különösen nem alkalmas ez a plusz tejfehérje bevitel, hiszen az anyai tejbe is kiválasztódnak a tejfehérje molekulák. Úgyhogy szoptatás alatt is jelentkezhet tejfehérje érzékenység, tejcukorérzékenység nem, vagy csak egészen ritka
ritkán ilyen genetikai adottságból kifolyólag, az anyatejnek jóval magasabb a tejcukortartalma, mint a tehéntejé. Úgyhogy a picik azok direkt adaptálódva vannak arra, a koraszülötteknek még nem elég érett ez a tejcukorbontó enzim képességük, úgyhogy ott azért... Ha már itt a tejnél tartunk, hogy mit szól ahhoz, hogy mindenféle cikkek jelennek meg mostanában arról, hogy tulajdonképpen a tehéntej az kvázi méreg, nyilván nem így fogalmaznak, de ezzel kapcsolatban most jelentős tanulmányokat is közölnek az újságok. Szerencsére követem a szakirodalmat is, meg néha azért beleolvasok ezekbe is. Ezek a megfogalmazások, hogy a tejfehérje benne, bocsánat már a kifejezésre, rohad a bélben, és hogy ott valami mukózus váladék keletkezik, és ott nem, ezek nem igazak. Akkor létezik ilyen, hogyha fehérje túltengés van, vagy valakinek rossz az emésztése. Egyéb problémák adódhatnak, ami miatt a bélflóra megbomlik, például antibiotikus kezelés, vagy valami más fertőzés a bélben, azok okozhatnak ilyen jellegű panaszokat, és a tej cukorérzékenység az megváltoztathatja a székletnek a minőségét, szagát, minden, de ezt nem szabad összekeverni. Tehát egy bizonyos mennyiségű tejet, és főleg a tejtermékeket, azokat még a laktózérzékenyeknek is tudom ajánlani. Általában a sajtok, túl amik natúrformában vannak, azok alig tartalmaznak laktózt, ezek általában fogyaszthatóak, viszont a tejföl, tejszín, a valódi tejszín, tehát nem ez a sprés, ami növényi olajból készül, azok nagyon magas laktóztartalmúak, úgyhogy azokat kerülni kell a laktózérzékeny. Igen, és hogyha tej, akkor van esetleg alternatíva, melyik inkább a kecsketej a jobb, vagy a tehéntej? Vagy... A kecsketej semmivel sem jobb, mint a tehéntej, allergia szempontjából is ugyanolyan, gyakorlatilag 92-96%-ban ugyanazokat a fehérje allergéneket tartalmazza. Ha sajtot készítenek belőle, akkor már lehet akár kecsketejet, akár vagy kecske sajtot, jussajtot fogyasztani. Persze árbeli különbség van, de ízbeli különbség is, de különösebb előnye vagy hátránya nincsen. A legvégére gyorsan egy kérdezem meg, szintvallunk, mind a ketten érzékenyek vagyunk a feleségemmel a tejre, laktózmentes tejet próbálunk inni. Öröklődhet ez a gyerekre? Igen, ez genetikailag öröklődik, ki is lehet mutatni, és másrészt pedig egy ilyen laktózterheléses teszttel meg lehet határozni, mert ha pici a gyerek, akkor általában 5 éves korig nem is nagyon szokott jelentkezni ez a laktózérzékenység, vagy csak ritka esetben. Utána viszont, hogyha tünetei vannak, akkor érdemes őt is egy laktózmentes táplálkozni. Hát köszönjük. Köszönjük szépen az informatív tájékoztatást. Nagyon szépen. Köszönjük szépen.